Sziasztok, molyok! Szinti vagyok, és a mai videó egy vlog videó lesz. A mai videómban Szántó Dániel legújabb könyvéről, a hatszögről lesz szó, ugyanis egy olvasóvlog keretein belül ezt fogom elolvasni. Ezúton is köszönöm szépen az Alexandra kiadónak és Szántó Dánielnek a megkeresést, és a lehetőséget, hogy egy recenziós példányt kaphattam ebből a kötetből, és így elolvashatom így eléggé korán a megjelenés után. Az a helyzet, hogy a tavalyi évem nagy kedvence az Egy pap vallomása volt Szántó Dánieltől, és hát ebből adódik, hogy azért eléggé nagy elvárásaim vannak ezzel a kötettel szemben, ami nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, mert igazániból nagyon szeretem Dani stílusát, és amiket ő ír, tehát mindenféleképpen pozitív, de azért remélem, hogy legalább lesz olyan jó, mint az Egy pap vallomása, bár szerintem le fog venni a lábamról, úgyhogy az előző kötetével is. Na most a helyzet az, hogy ez is egy eléggé hosszú kötet, amivel igazániból csak annyi bajom van, hogy igazániból én vizsgára készülök, amikor ezt a videót felveszem, és Danit ismerve a hosszúsággal nem lesz baj, tehát gyorsan el fogom olvasni valószínűleg, csak nem a tételek helyett kéne. Na mindegy, ezt majd valahogy egyensúlyba hozom, el fogom olvasni, az biztos, és már tényleg nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy nekem hogy fog tetszeni az új Szántó Dani könyv. Egyébként nézzétek meg, gyönyörű ez a borító is, maga a kiadás. Egyébként annyira kényelmes is fogni, tehát azt gondolná az ember, hogy azért eléggé hosszú, tehát majdnem 500 oldalas regényről van szó, de nagyon kényelmes fogni, és szerintem ez hasonló élmény lesz így olvasás szempontjából, mint az Egy pap vallomása, amit ide is hozok. Na csak így a mihez tartás véget, ilyen gyönyörűek a polcomon a kis Szántó Dani könyvek, tehát hogy így kis jelző, tehát hogy így nagyon-nagyon élvezem, hogy ilyen hosszú könyvek és ilyen darálósak, úgymond, mert tényleg letehetetlen könyvek, és hát valószínűleg azért bízom benne, hogy a másik is ennyire fog tetszeni, és így megmutatnám, hogy azért eléggé hasonló így a stílusuk, meg így ugye itt a gerinc is, tehát nagyon jó munkát végzett szerintem az Alexandra kiadó így ezzel a két könyvvel eddig, és hát remélem a további regényei is majd ilyen szépen egymáshoz illőek lesznek, mert ez így szemedgyönyörködtető. Igazándiból erről a kötetről szinte semmit nem is tudok, de nem is ez a fontos, mert Szántó Dani írta, és engem érdekel, és szeretnék úgy belemenni ebbe a regénybe, hogy szinte semmit nem tudok. És amit még így a videó elején elmondanék, hogy megnéztem, és 5 részre van osztva maga a regény, illetve egy epilógusra, és arra gondoltam, hogy minden, majdnem minden rész után be fogok jelentkezni, és elmondom, hogy mit gondolok róla, úgy röviden mi történt, és igyekszem spoilermentesen, bár lehet, hogy majd csak az első 3 rész az, ami úgy tényleg elmondom nagyjából, hogy mi történt, mert a 4-5 azt már úgy láttam, hogy nagyon a vége, és nem szeretném elmondani nyilván a történet végét, szóval majd látni fogjátok. A következő bejelentkezés az első rész után fog történni, amikor már picit mesélek nektek magáról a történetről is. Első bejelentkezés, elolvastam az első részt a hatszögből, ami ugye Szántó Dániel legfrissebb regénye, és hát én nagyon boldog vagyok. Tényleg, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon boldog vagyok. Én azt hittem, hogy ez egy teljesen más jellegű történet lesz, mármint, hogy más szereplők, meg tehát, hogy nem erre számítottam, de amikor így, azt hiszem első, vagy
Második oldalon? Igen, első oldalon megláttam Budai Viktor nevét. Hát én oda voltam. Én annyira megörültem, hogy hát tudjátok, én nekem nagy szerelem volt az egy pap vallomásába, és amikor így Budai Viktor, és így ez az, ez az! Aztán jött a rádöbbenés pillanata, hogy ez már nem biztos, hogy ez a Budai Viktor, akire én emlékeztem. Ugyanis alkohol problémákkal küzd, eléggé más lett, mint az előző kötetbe, vagy hát nem előző kötet, mert nem mondanám sorozat folytatásnak, de ugye Budai Viktor az egy pap vallomásában szerepelt, és itt is ő, mint nyomozó van jelen. És igazándiból itt alkohol problémákkal küzd, ami egyelőre még úgy nem zavar, meg egyébként szerintem ez is tesz egyébként így a karakteréhez, és nyilvánvalóan, ha olvastuk ugye azt a részt, akkor tudjuk, hogy valami történt, ami miatt ő változott, de ez már spoileres lehet. Szóval a lényeg az, hogy megváltozott Viktor karaktere. És ugye azért, hogy Viktor megváltozott, problémái adódtak a munkahelyén is, ezért le akarják őt váltani, és egészen októberig van lehetősége arra, hogy egy ügyet felgöngyölítsen, ami egy sorozatgyilkosságnak tűnő dolog így egyelőre, ugyanis fekete nőket gyilkol valaki, igen, elolvastam közben a fülszöveget is, tehát valaki fekete nőket gyilkol eléggé durva módon, és egy nő Viktor segítségét kéri, nem mondanám, hogy ki, csak így tényleg igyekszem nagyon spoilermentesen mondani, mert tényleg nagyon friss a regény, és szeretném, hogyha elolvasnátok, és kedvet hoznék nektek ehhez a regénynek az elolvasásához, nem pedig elmondanám a főbb mondatokat, főbb mozzanatait a regénynek. Igen. Szóval, hogy ugye Viktort megkéri, hogy ebben a gyilkosságban segítsen neki, és hát valószínűleg lesznek még itt más gyilkosságok is, tehát egy fekete nőt meggyilkolnak, és Viktor elvállalja ennek az ügynek a felgöngyölítését, de már ott a helyettese Szilveszter, aki nekem nem szimpatikus. Egyáltalán nem szimpatikus eddig, és nem igazán tudom, hogy hova tegyem a férfi karakterét. És hát megjelenik a színen Szilveszter, aki igazándiból teljesen más, mint Viktor, és igazándiból őt akarják Viktor helyére tenni, aminek én nem örülök. Egy azért, mert én szeretem Viktort, kettő azért, mert nekem Szilveszter egyelőre egyáltalán nem szimpatikus karakter. És nem igazán örülnék annak, hogyha tényleg leváltanák Viktort, mert szerintem ő nagyon jól csinálja ezt a nyomozást, még az alkohol problémákból is szerintem akár egy lehetőség lehet neki az, hogy kihúzza. Szóval igen, egyelőre még így itt tartok. Amit még így elmondanék így az első bejelentkezésnél, hogy nagyon olvasmányos, nagyon mai, fiatalos a szöveg, tényleg olvastatja magát, és nagyon jól esett olvasni így két tétel tanulás között, és tényleg nagyon-nagyon izgatott vagyok, hogy mi lesz még itt benne, és ami mellett nem mehetek el, Harry Potter, Trónok harca, meg még valami volt, utalás benne. Tehát Harry Potter meg Trónok harca utalás tuti volt benne, aminek én nagyon örültem, mert ez szerintem még inkább ilyen kicsit ilyen popkulturális utalás, ami ad a regénynek a tényleg a szövegéhez, meg ugye az egész kicsit fiatalosabb, kicsit maibb, és olyan, mintha kikacsintana rád a szerző, hogy én utalok erre, hogyha te ismered mondjuk a Harry Pottert, akkor érteni fogod és mosolyogsz egy jót, miközben egyébként egy véres krimit olvasol. Ezt nagyon imádtam. Az első részben rögtön egy eléggé meglepő dologgal is kellett szembesülnöm, ami nem más, mint hogy a koronavírus szerepel a regényben. Amit még egyelőre nem tudom, hogy ez számomra pozitív vagy negatív kimenetelű lesz, de egyelőre nem zavar igazándiból, mert hát végülis csak annyi, hogy maszk van rajtuk, meg beszélnek így. Annyira így a politikai dolog az így nincs benne, meg semmi olyan nem riogató, meg nem megyünk át remélhetőleg ilyen zombi apokalipszisbe, tehát szerintem ilyesmi nem fog történni, nem csak tényleg ebbe a helyzetbe van maga a történet, ami játszódik, de engem nem zavar, csak ezt így megemlítettem, meg ez így tök fura volt számomra így elsőre, hogy itt a koronavírus, de ez egyébként teljesen jó meg helytálló, szóval nekem ezzel nincs problémám. És hát egyelőre ennyi, ami így gondolat felmerült bennem az első rész kapcsán. Nagyon izgatott vagyok a továbbiakban, hogy most akkor hogy fog alakulni, és remélem Viktor minél előbb
elkapja a fekete nőket gyilkoló emberkét, és hát izgatott vagyok, hogy mi lesz tényleg a továbbiakban, szóval most megyek is olvasni. Így az első részt elolvasva abszolút azt mondom, hogy ez egy pozitív olvasás lesz eddig, és hogyha Budai Viktor rágöngyölíti ezt az ügyet, akkor szerintem ez egy nagyon izgalmas, jó kis regény lesz, szóval megyek is olvasni. Szerintem még a második részt elolvasom és bejelentkezek, de meglátjuk, mert titát is kéne tanulnom. Na, sziasztok! Második bejelentkezés, elolvastam a második részt is, ami azért így eléggé jó teljesítmény egy nap alatt, mert hát azért egy ilyen 185. oldalig jutottam. Ez egyébként így tételtanulás mellett is szerintem elég jó arány. Jó, tegyük hozzá, a regény nagyon izgalmas, és tényleg ez a letehetetlen kategóriába sorolnám. A stílus meg tényleg ilyen zamatos Szántó Danis, és úgyhogy én már ugye olvastam neki könyvét, úgy annyira ismerős, olyan régi barátként üdvözölt ez a stílus, hogy úgy rögtön az első oldaltól kezdve beszippantott, szóval szerintem ez az oka, illetve az, hogy tanulás helyett baromi jól esik inkább ilyen jó könyveket olvasni. Na de akkor miről is szólt a második rész? Újabb gyilkosság történik, újabb fekete nőt gyilkolnak meg eléggé brutális módon, és hát igazándiból itt már a második részben egyre jobban érzem, azért ugye Szántó Dánielnek a regényeiben, amellett, hogy mindig egy izgalmas és fordulatos krimiszálat kapunk, azért van valamilyen központi téma. Ugye az Egypap vallomásában a vallás, az istenhit, ez volt, ami megjelent, itt pedig a rasszizmus. És ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, és sok olyan érdekes mondat megjelenik ebben a kötetben, ami így a rasszizmussal, a fekete utálattal kapcsolatban megjelenik, és szerintem ezeken mindenféleképpen érdemes elgondolkodni, meg tényleg egy eléggé mai témáról van szó, a bevándorlókról, a feketékről, hogy akármi fehérek mit gondolunk róluk, hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hát azért lássuk be, a sorozatgyilkosunk is valószínűleg rasszista, ugyanis fekete nőket gyilkol egymás után. Na hát itt ugye most már ott tartunk a történetben, hogy Szilveszternek és Viktornak együtt kell nyomoznia, amit még mindig nem annyira tudom, hogy ennek örüljek-e, mert Szilveszter karaktere még mindig nem annyira szimpatikus. Érdekes egyébként így a vele való kapcsolatom, így sokszor ez a lecsapnám, hogy hagyjad már Viktort, hadd csinálja, de annyira ilyen más vagy, de közben meg azért mégis tetszik ez a karaktere valamilyen szinten, szóval nem tudom, hogy hova fog kifutni a mi kapcsolatunk így a történet végére, majd kiderül, lehet Dani már tudja, hogy nem tudom, szeretni fogom, vagy valami biztos fog történni, ahogy őt ismerem. Na mindegy, szóval, hogy ők elkezdenek nyomozni, újabb gyilkosságok történnek, a történetben itt már különböző mellékszálak is meg fognak jelenni, ami elsőnek lehet nem érthető, hogy hogy kapcsolódik a fő szához, de például itt egy hajtást fogunk látni, ahol egy bevándorló, hát ilyen fekete fiút elrabolnak, és egy ládába zárnak, és mint az ilyen őszhajtás, vagy nem tudom, ilyen vadászok szoktak ilyet csinálni, ugyanezt csinálják bevándorlókkal is, feketékkel, és hát igazániból ebben a részben ez történt, ami engem teljes mértékig elborzasztott, hogy egy emberrel így tudnak bánni, ilyen állatias módon is. És még inkább arra mentek, hogy mondjuk a lábát találják el, hogy ne rögtön halljon meg. Ez elborzasztó, ez ijesztő volt számomra. És nagyon remélem, hogy a világban ilyen nem történik. Én hinni akarok abban, hogy a világ az egy jó hely, és hogy csak a könyvekben létezik ilyen, amit sajnos tudom, hogy nem így van, de elborzasztott tényleg ez az egész jelenet, ez az egész
maga hajtásnak a folyamata, hogy hogy küzd az életéért, hogy mit csinálnak a holttestekkel. Na hát azon kiakadtam, az nagyon durva volt. Főleg, hogy pont ettem közben, amikor így ezt a részt olvastam, és így... Oké, megjegyeztem, egyébként ezt így a távol jövőben üzenem a Szentoldani olvasó énemnek, hogy Szentoldani tett fel a Stephen Kinghez hasonló listára, ugyanis Stephen Kinget, ha olvasol, aközben sem ehetsz, de úgy látszik Szentoldani könyvé mellé sem ajánlott semmilyen kaja, legalábbis biztos, hogy akkor fog valami olyan jelenet jönni, amitől így a gyomrom felfordul, szóval emellett nem tudtam enni a könyv mellett, vagy pont annál résznél voltam. Mindegy, ez csak ilyen személyes kis dolog, hogy azt vettem észre, hogy a krimiknél nem tudok enni így olvasás közben, mert egyszerűen forog a gyomrom a vértől, meg ilyenek, de ha meg simán olvasom, akkor meg nem történik ilyen. Mindegy, ez ilyen kis kulisszatitok, hogy én hogy olvasok. Szóval igazándiból ennyit akartam így röviden mondani a második részről, számomra érdekes volt, és most már tényleg egyre jobban bepörög a történet, és egyre jobban azt érzem, hogy nem akarom letenni és olvasni akarom. Viszont szerintem ma már nem fogok olvasni, mert elfáradtam, illetve tényleg még egy kicsit tételeket kell olvasgatnom, mint mondtam, 26-án vizsgázom, és hát valószínűleg mikor ez a videó kikerül, addigra már sikeres vizsgát tettem, vagy legalábbis bízom benne, hogy sikeres vizsgát, legalább egy 4-es szeretnék. És holnap még majd bejelentkezem, bár nem tudom holnap mennyi időm lesz olvasni, ugyanis a párommal megyünk Szekszárdra, és egy kis nyuszit fogunk hozni, meg lesz a legelső közös nyuszink, akivel még nem találkoztam, nem tudom, hogy hívják, de mindenféleképpen meg fogom nektek is mutatni, megmondom őszintén, nagyon izgatott vagyok miatta, viszont a kocsi úton csak őt fogom olvasni, szóval ezt majd látni is fogjátok mindjárt. Sziasztok! Nemrég értünk haza, ezért bocsánat a fényekért, de mindenképpen szerettem volna bejelentkezni. Ugye az előző ilyen klippekben láthattátok, hogy ugye mentünk Szekszárdra, illetve hogy olvastam közbe a Hadszög című könyvet, és láthattátok a Nyunyit is. Igen, Nyunyi lett a neve az új nyuszinknak, vagy hát új a legelső nyuszinknak, és hát én teljesen oda vagyok érte meg vissza. Hazafele úton már annyira nem volt kedvem olvasni, hanem inkább vele foglalkoztam. De ennek ellenére is a harmadik részt sikerült elolvasnom a regényből, ami egyébként elég jó. Tehát így már majd most a negyedik rész fog jönni, ami a 293. oldal, és hát ennek is örülök, hogy egyébként ilyen sokat tudtam olvasni. Egyébként egyáltalán nem gondoltam volna, hogy majd ebbe a vlogba fog elsőnek szerepelni Nyunyi. Valószínűleg többi videóban nem fog egyébként szerepelni, vagy legalábbis így, hogy itt van nálam, az biztos nem, mert nem engedi, hogy fölvegyük. Harap, rúg, mindent csinál, kis hisztis kislány, és nem akarja még, hogy fölvegyem, de majd egyszer talán eljutunk arra a szintre, és mindegy, most egyelőre a simogatás az már megy nála, és egyébként az nagyon aranyos, engedi magát, meg minden. Ha kérdeznétek, nem tervezett volt, hogy legyen egy nyuszink, mert ugye van 4 cicánk, egy kutyusunk, és most már van egy nyuszink is.
Az a helyzet, hogy egy családnál volt ez a nyuszi, és hát mondták, hogy ők már nem tudják gondját viselni, mert mindegy, úgy alakult a dolog, hogy ők nekik meg kell válni a nyuszitól. Egy kislányé volt egyébként ez a nyuszi, és hát nem akarják, hogy levágják, és ezért hozzánk került. Egyébként nagyon örülök neki, mert tényleg egy aranyos kis nyuszi lányról van szó. Egyedül azt nem szereti, ha felvesszük, de majd egyszer hát, ha ez az idő is eljön. És hát nyuszi tulajdonosok vagyunk. Na de ennyit a nyuszi kontaktből. Beszéljünk akkor a könyvről, ugyanis a harmadik részt azt sikerült elolvasnom az út során, aminek egyébként nagyon örültem, mert odafele elég sokat olvastam, de visszafele már nem annyira, ugyanis a nyújúval foglalkoztam. Bocsánat, érted, de tényleg nagyon boldoggá tett, hogy végre van egy nyuszink. Itt a harmadik részben Szilveszter és Viktor közösen tovább nyomoz és terep szemlére mennek, ahol egy bizonyos dolog fog történni, amiről most így nem beszélek, de a lényeg az, hogy Szilveszter fogja átvenni a nyomozást. És itt most tényleg nem beszélnék róla, de nagyon remélem, Dani, hogy nem fog az történni, amire gondolok, mert akkor haragudni fogok. De tényleg. Ne történjen az, jó? Mert azon ki fogok akadni. Na jó, szóval igazándiból a harmadik részről picit röviden beszélek tényleg csak, tehát volt ez a terepszemle, Szilveszternek adták az egész nyomozást egy bizonyos ok miatt, és hát itt megint csak a rasszizmus, illetve itt már az iskolán belüli bántalmazás is megjelent, ami egy ismételten fontos és szerintem mai téma. Tehát nagyon tetszett, hogy Szántó Dani ilyeneket is belerak ebbe a krimibe. Egyetlen nem gondoltam volna, hogy ennyire sokrétű és ennyire több ilyen fontos témát is beleültet a történetbe, ami tényleg jól megjelenik, és hát ha csak egy kicsi részlete is, pici morzsája is, de jó, hogy olvasunk róla. Hát igazániból szerintem most így a harmadik részről röviden ennyit. Hát nagyon izgatott vagyok most már, hogy mi lesz így a végén, főleg, hogy a harmadik részben történt egy olyan dolog, ami miatt lehet, hogy mérges leszek Danira, de bízunk benne, hogy a történet végére nem fog ilyen történni. Na mindegy, szóval tényleg röviden most róla ennyit, és arra gondoltam, hogy a negyedik, ötödik részt, hogyha elolvastam, vagyis ha teljesen kiolvastam a könyvet, akkor fogok bejelentkezni, és lehet, hogy arról már csak így pár szóban fogok beszélni, és elmondom utána abba a bejelentkezésben, hogy tényleg mit gondolok erről a regényről, hány csillagot adnék neki, illetve úgy egyébként minden gondolatomat, érzésemet elmondom a regényről. Szóval a következő bejelentkezés majd csak akkor fog történni, ami nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, ugyanis holnap meg apummal megyek utazni, arról is majd valószínűleg vágok be videó részleteket, azt is látni fogjátok, mert nyilvánvalóan kocsi út közben mi más lehetne csinálni, mint olvasni, illetve nézni a tájat, ez a kettő, amit úgy imádok, na jó, meg zenét hallgatni. Szóval igen, majd még ezt fogjátok látni, és hát remélem azért vasárnapra sikerül befejeznem. Csütörtök volt az első nap, amikor elkezdtem a könyvet, és hát remélem, hogy vasárnapra be tudom fejezni, meg azért tanulni is egy picit. De akkor találkozunk a következő bejelentkezésnél. Sziasztok! Sziasztok! Ez az utolsó bejelentkezésem, ugyanis befejeztem a Hadszög című könyvet. Tegnap apummal voltunk utazni, és az úton tudtam olvasni, illetve hát azért még olvastam itthon is, ugyanis ma, amikor felveszem ezt a videót, és amikor befejeztem a regényt, már vasárnap van, amivel igazándiból elégedett vagyok, én azt gondolom. Ugyanis, hát mondtam, hogy legalább vasárnapra szeretném elolvasni, ez megtörtént, és igazándiból amellett, hogy tényleg vizsgára készülök, és egy izgalmas, pörgős regény van, én büszke vagyok, hogy egyáltalán ilyen kevés idő alatt el tudtam olvasni, mert azért ez 4 nap körülbelül, ameddig tartott a könyv elolvasása, és hát azért tegyük hozzá, hogy a lelki állapotomat azt nagyban befolyásolt így a vizsgára való készülés szempontjából, szóval köszönöm szépen, Dani, hogy amikor nagyon izgultam, nagyon ideges voltam, akkor ebből a világból elveszhettem.
Na de akkor beszéljünk is a könyvről. Az utolsó pár részről igazániból csak annyit mondanék, hogy Dani nem kegyelmez nekünk. De tényleg nem, tehát így az utolsó pillanatban is még kapunk egy öklöst, még kapsz egy pofont, még egy kicsi fél fecsög az arcodba, megtörlöd, és még kapsz még kettőt. Tehát nagyon fordulatos, véres, izgalmas volt, pörgős a történet vége. És mondta Dani, hogy ugye, ha valaki ki tudja találni a történet végét, vagy hogy ki a gyilkos, ki a sorozatgyilkosunk, akkor hát ugye vendége lesz egy whisky, lesz, így Instagramon kitette. No nem azért, de be akartam bizonyítani, hogy igenis én rá tudok jönni. Konkrétan jegyzeteltem történet közben, hogy minden részben mi történt, ki volt, ki, hogy, mindent. Volt egy live-juk is az Alexandra kiadónak, amikor így a krimiről beszélgettek. Azt is direkt megnéztem, mert Dani beszélt róla, hogy ő hogyan ír. És nem sikerült rájönnöm. És az utolsó utáni pillanatban is átvágott. Szóval gratulálok, Dani, minden elismerésem. Én tényleg mindent bevetettem azért, hogy rájöjjek, hogy ki a gyilkos. Mondhatnám azt, hogy azért, mert sokat tanultam, és így elmentem az információ fölött, de nyilvánvalóan nem erről van szó, hanem arról, hogy egy nagyon tehetséges magyar krimi szerzőnkről van szó. Szóval már csak ezért érdemes olvasnotok tőlem, mert én tényleg nagyon sok Agatha Christie-t olvastam, meg ismerem a krimi műfaját, de hogy még így is túlját az eszemem, hát ez zseniális. És akkor most röviden ezt az egész könyvélményt, olvasásélményt szeretném megosztani veletek. Az a helyzet, hogy ugye mondtam nektek a videó elején, hogy én nekem az Egy pap vallomása tavaly évem kedvence volt. Hatalmas elvárásokkal indultam neki ennek a regénynek. És hát az a helyzet, hogy ez még jobban tetszett, mint az Egy pap vallomása. Ami nagyon meglepő. És tudom, amikor már ezt a videót felveszem, hogy lesz még két könyve Daninak ebbe az évbe. És hogyha azok is ilyen jók lesznek, akkor az úgy tök vicces lesz, hogy mindig, amit éppen akkor olvasok, az lesz a kedvencem tőle. Na mindegy, de a lényeg az, hogy még sokkal jobban tetszett, mint az Egy pap vallomása, pedig tudjátok, hogy nekem az is nagy kedvencem volt. A karakterek. Beszéljünk a karakterekről. Budai Viktor megjelenése számomra pozitív volt, a többiről nem beszélek, de nem haragszok Danira. Így ennyit mondanék, aki olvasta, az érti, aki meg nem érti, az olvassa el, és meg fogja érteni. Szilveszter. Ugye mondtam nektek, hogy Szilveszter karakter az elejétől kezdve ilyen nem nagyon tudom hova tenni, nem nagyon értem, hogy ő nekem most így tetszik-e, nem-e, akarom-e őt, jó-e, hogy itt van a történetben, vagy egyáltalán mi van. A történet végére megszerettem. Majdnem annyira, sőt, talán még jobban is majdnem, mint Viktor. Na jó, nem azért jobban nem, mert Viktor szívszerelmem, de Szilveszter karakterét nagyon megszerettem. Amiként ezen nagyon meglepődtem, amikor így becsuktam a könyvet, és hogy Szilveszter, jó nyomozó, tetszett, jó volt. Elején meg ez a ki ezt körülbelül így ezt éreztem, hogy mit akar ez Viktortól. Mármint nem Viktortól, hanem úgy ez az egész, hogy ő mit akar Viktor helyére lépni. És ez engem nagyon zavart így az elején, de aztán így a történet végére összebarátkoztunk, és ennek nagyon örültem. A többiekről most nem beszélnek igazándiból, azért is, mert nem annyira fontos szereplők, vagy ha fontos szereplő is, akkor inkább jobb, ha a történet szempontjából jössz rá, hogy ki ő, mi ő, úgy ismered meg. Picit akkor azért beszélnék magáról a történetről, a cselekményről, hogy mit gondolok. Szerintem nagyon izgalmas volt, fordulatos volt, a stílus még mindig nagyon olvasmányos, és még mindig azt érzi az ember, hogy csak még egy picit olvasok, csak még egy picit, mert olyan mértékig fenntartja a feszültséget, hogy tudni akarom a folytatást. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy van egy ilyen magyar szerzőnk, aki magyarországi krimiket ír, és ilyen jól, ilyen magas színvonalon teszi. Szóval szerintem, hogyha szeretnétek támogatni a magyar szerzőket, vagy szeretnétek egy jó kis krimit olvasni,
akkor Szántó Dani bármelyik könyvét tényleg szívből tudom nektek ajánlani. Leszek én Szántó Dani nagykövete itt Magyarországon, vagy YouTube-on, vagy valami, mert én tényleg nagyon szeretem az ő könyvét, és csak ajánlani tudom nektek. És hogyha tényleg egy kicsit ilyen krimi thrillerre vágytok, akár egy napos időben, vagy borongós esős időben, vagy bármikor, amikor úgy érzitek, hogy valami jó kis krimire vágytok, akkor nyugodtan vétek le a polcról egy Szántó Danit, mert nem fogtok csalódni. Hát ennyi lett volna ez a vlog videó, nagyon szépen köszönöm Szántó Dánielnek, a szerzőnek és az Alexandra kiadónak, hogy kaphattam belőle recenziós példányt, illetve nagyon szépen köszönöm Dani neked ezt az élményt, és hát kívánom, hogy legyen sok szabadidőt, hogy még sok ilyen jó regényt írt nekünk. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat, ha tetszett, nyomjatok egy like gombot, illetve ne felejtsetek el feliratkozni lent a csatornára. Találkozunk a legközelebbi videómban is, sziasztok!